Sziasztok! Ma ismételten egy egészségmegőrző vitamin koncentrátumot fogok nektek bemutatni. Ugye egyszer már volt ez a kombuka tea, ami szerintem egy elég erős immunerősítő, és hát rengeteg mindenre jó. Most egy másik ilyen hasonló receptet kaptam az anyukámtól, és el is készítettem, úgyhogy mi ezt is fogyasztjuk a kombuka mellett, hogy nehogy elkapjuk ezt az influenzát, meg a náthát, meg hát ugye most mindenféle betegség van tél révén. Úgyhogy nagyon egyszerű a recept, és tényleg nagyon egyszerű elkészíteni, kell hozzá egy citrom. Én most biocitromot használok, hisz a héját is bele fogjuk tenni. Gyömbér és méz. Ez termelői méz, hárska mézet fogunk használni. Ugye a hárska is tökéletes a egyrészt immunerősítő, másrészt a megfázások ellen. Ezen kívül szükségünk lesz egy szerkezetre, amiben majd összeaprítjuk, és egy üvegre, amiben tárolni fogjuk. Sokan 4 darab citromból készítik ezt el, meg nagyobb mennyiséget, meg minden, de én azért picit, hogy nagyon megromoljon, egyébként is a hűtőben tároljuk, és én naponta 1-2 kis kanállal, hogyha valaki szerintem már beteg, akkor 3 kis kanállal legyen meg ebből a turmixból. És igen, ami nagyon fontos, hogy vannak olyanok, akik például úgy csinálják, hogy csak összeszelik a gyömbért, a citromot, és beleteszik egy üveg mézbe, és akkor várnak már 1-2-3 napot, és utána kezdik el fogyasztani, amikor a hatóanyagok ugye átszivárogtak a mézbe. Hasonlóan működik ugye, mint a kombukánál, ahol ugye szintén egy 7 nap, 10 nap, 14 nap kimeddig ugye adja, hogy a gomba a jótékony hatását kifejtse a teába. No, tehát akkor ugye megmosuk a biocitromot, majd összevágjuk, és a gyömbérből én egy citromhoz, hát mondjuk így egy ekkora darabot fogok tenni. Hát ennél azért szerintem nem kell bele nagyobb, illetve még lehet fokhagymát is. Én a fokhagymát azért nem használom, mert ugye azt tudjuk, hogy kellemetlen lesz utána a lehelet, és ugye elég sokat járunk emberek között, hogy erre nincsen szükségünk. Szerintem egyébként ez is elég erős lesz. Úgyhogy most megpucoljuk a gyömbért. No, gyömbér megvan, citrom. Miután megmostuk, ezt azért levágom. Nem fog kelleni. Egy kis végét. Tehát rendesen fogjuk, és az egész citromot összevágjuk mindennel együtt. Gyömbért is. Még egy pici gyömbért teszek bele. Úgy döntöttem. Még egy ekkorát. Amikor összeszedtük, utána beledobjuk. Ugye, ha fokhagymát is teszünk, akkor nyilván a fokhagymát is most belerakjuk. Ha otthon vagytok, akkor lehet, hogy érdemes fokhagymát tenni, ha már ugye kidőlt az influenza. Akkor úgyse mentek olyan környezetbe, ahol éreznék annak a jó kis szagát. És amikor ez megvan... Így kell kinéznie. És akkor most én ezt beleszedem ebbe a kis üvegbe. Nyugodtan a magot is meg lehet enni, vagy ha nem, akkor azt majd kidobjátok belőle. Ugye, amikor benne van már az üvegben ez a kis kutymálék, akkor hozzátesszük a mézet. Nem kell vele sok méz, tehát pont annyi, hogy ugye lehető legyen. És akkor ezt most szépen itt összekeverjük. Egy kicsit. És akkor megmutatom, ilyen kell, hogy legyen az állaga. Így, és akkor ugye egy ilyen kis kanállal lehet megenni.
ugye reggel. Azért is jó reggel, mert segíti az emésztést, jó a gyomornak, a puffadás ellen van, tehát nagyon sok mindenre jó ez a kotyvalék, tehát jó az immunrendszerre, tehát ugye a légúti betegségekre, ez most ugye nagyon fontos mindenkinek ebben az időszakban, ezen kívül jó az emésztési problémákra, tehát a haspuffadás, menstruációs görcsökre ugye nyilván a nőknek, és ízületi és reumás panaszokra is jó. Nagyon sok mindenre jó benne, ugye külön-külön a citrom, a méz és a gyömbér, de összességében az egész ugye mindegyikre, tehát az összes egyenként mindegyikre jó. Tehát külön-külön is lehet alkalmazni, ugye mi is nagyon sok gyömbéres citromos teát is készítünk, és hát rengeteg mézet eszünk a téli időszakban, teában is, meg magában is. És azt, hogy pontosan mikre jók egyenként, és utána ugye nyilván akkor ebben a kis koncentrátumban, azt a videó alatt egy linken fogjátok megtalálni. Úgyhogy ezt nézzétek meg, és akkor látjátok, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok minden. Egyébként, amit még szoktak mondani, hogy nagyon sokan citromos vizet isznak, mikor fogyókúráznak, mert hogy ugye nyilván ugye serkenti az emésztést, tehát a fogyókúrában is nagyon jó ez a kis kotyvalék. Hogy fogyasszátok egészséggel, váljék egészségetekre, és tanácsolom tényleg, hogy ebben az időszakban minden nap egyétek, és ezt még gyerekeknek is lehet adni. Mondjuk jó, nagyon piciknek nem, mert a gyömbér azért csípős, de ha kevesebbet tesztek be az ő adagjukba, akkor nekik is tudjátok adni. Sziasztok, lájkoljátok a videót, és köszönjük, hogy megnéztétek. Sziasztok!